Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket a Deák 17 Galéria 7. fakultatív fénytanóráján. Ezúttal a Magyar Természettudományi Múzeumból jelentkezünk. A Deák 17 Galéria célja, hogy közelebb hozza a kortárs képzőművészetet a gyerekekhez és a fiatalokhoz. Videósorozatunkban olyan művészeket mutatunk be, akik egyaránt inspirálódnak természettudományi és fénykísérletekkel. Ebben az epizódban a természetben előforduló színváltozások különböző módozataival és Stojanovics Andrea mapping munkáival fogunk megismerkedni. A természettudományos kísérletekben pedig Fazakas Andrea biológia tanár lesz a segítségünkre. Tartsatok velünk! Szia, Andrea! Szia! Amikor szoktam kirándulni, akkor a természetben rengetegféle színvariációt, de színváltozást is tapasztalok. Például nézd csak, ilyen bogarakat látok, viszont nem tudom eldönteni, hogy ők rejtőzködni, vagy éppen feltűnni szeretnének. Igen, ez egy izgalmas kérdés, amit mondasz. Ugyanis a színeknek, illetve maguknak a színváltozásoknak az állatvilágban az egyik jelentősége a fajtársak megtalálása, a nemek egymásra találása. Ilyen van például a dzsungelben, a színpompás arab papagájnál. Ó, tényleg a papagájok. Vagy pedig magyarországi példákat is említve azt is ismerjük, hogy a nász időszakban akkor a hím madarak, azok, akik ilyen pompázatos, díszes torruhát öltenek, mondjuk a fácánt is lehet említeni erre példaként. És akkor ez az egyik, itt valóban a feltűnés az, ami a cél ebbe az esetbe. Ha az eltűnést nézzük, akkor olyanra is tudunk példát, mert nyilván fontos egy ragadozónál, vagy akár egy préda állatnál is, hogy beleolvadjon a környezetébe. És erre közismert példa a kaméleon esete, ami a környezethez hasonló színűvé tud válni. Ennek a színváltozásnak egy speciális esete az irizálás. Például, mint a lepkéknél? Például, mint itt legszebben ennél az azúr lepkénél látszik, amit mutatsz, és ez tulajdonképpen ilyen fémes, színváltó ragyogást jelent, és ennek a mechanizmusa a rovarok esetében az, hogy a szárnyakon ilyen apró kitin spirálok helyezkednek el, amik a különböző szögből beérkező fényt különböző hullámhosszúságban, tehát különböző színben verik vissza. És az irizálás az nem csak ezekre a szépséges trópusi fajokra jellemző, mint az azúrlepke, meg az előbb mutatott díszbogarak, hanem Magyarországon is a rózsabogár, vagy a virágbogarak, ezek a zöldes színek ismertek, és aki megfigyeli őket, láthatja ezt a fémes ragyogást, ami itt is jellemző. Adott esetben akár egy ilyen csillanás is megmentheti mondjuk az életét egy állatnak? Igen, ez teljesen korszerű, amit mondasz, mert nagyon sokáig azt gondolták, hogy az irizálás is inkább figyelemfelhívás, tehát feltűnősködés. Igen. De kiderült, hogy ez inkább rejtőszín, ugyanis, hogyha a patak fölött repülő szitakötőre gondolunk, és becsillan a szárnya, vagy a fényes levelen, akár vízcseppeket is hordozó leveleken közlekedő bogarakra gondolunk, akkor ez olyan értelemben rejtőszín, mint ahogy a tigrist is egy kicsit nehéz elképzelni, hogy ez a csíkos bunda rejtőszín, de a tigrisnél meg a dzsungel fény árnyék viszonyai miatt. Így beleolvad a tájba. A tájba, és itt pedig a csillanások miatt olvad bele a csillogó környezetbe. És a növényeknél ugye a különböző évszakváltozásokkor tudom megfigyelni azt, hogy a levelek különböző színűek lesznek. Ott mi történik? Milyen folyamat megy végbe? Így van, ez is egy nagyon könnyen megfigyelhető színváltozás. Elég sokára jöttek rá pontos kémiai magyarázatára. Az őszi színváltozásnál az történik, hogy a zöld levelekben megtalálható klorofil nevű anyag az elkezd lebomlani, illetve kevesebb termelődik belőle,
és ugyanezekben a levelekben találhatunk sárga színű xantofilt, illetve a sárga répából ismert narancssárga karotin, és akkor ezek kerülnek előtérbe, és egyes növényfajoknál, amiknek össze pirosabbá válik a levele, ott pedig egy pirosas színű, pirosas lilás festékanyag, az antocián kerül előtérbe, és ez okozza azt a gyönyörűséges őszi színváltozást, amit a lombokon megfigyelhetünk. És hogyha jól tudom, akkor posztál is nekünk valami kísérletet ezzel kapcsolatban, úgyhogy nézzük is meg! Sose gondoltam volna, hogy lila káposztalével fogok kísérletezni. Ha jól tudom, az van ezekben az üvegcsíkben. Így van, ez egy nagyon egyszerű kísérlet. Lila káposztalevet, azt úgy tudunk készíteni, hogy összedaraboljuk a lila káposztát, egy kicsit forraljuk, és utána leszűrjük, és ilyen kék színű oldathoz jutunk. Ugyanis ennek a színanyaga az az antocián nevű festékanyag, ami nem csak a lila káposztában fordul elő, hanem mondjuk a szilva is ettől kék, vagy nagyon sok virágszírom ettől kékes vagy lilás színű. Az a különlegessége ennek a színanyagnak, hogy ez indikátorként is használható, tehát, hogyha megváltoztatjuk a kémhatást, akkor megváltozik a színe, ezért a kémiában használják a kémhatás kimutatására. Úgyhogy ebbe a szélsőbe egy kevés sósavat csöppentek. Ezt otthon is kipróbálhatom? Hát otthon ne a sósavval, de mondjuk simán ecetsavval meg tudod csinálni. Akkor hát konyhába kicsit körül lehet nézni, és akkor lehet látni, hogy a sav hatására pirosas színűvé válik az oldat. A középsőt meghagyjuk változatlanul, hogy ahhoz tudjuk hasonlítani majd a többit. És akkor nagyon intenzíven egy piros színe kezd lenni. Így van. A szélsőbe pedig lúgot csöppentünk, mert ez azt a kémhatást is ki tudja mutatni, ez nátriumhidroxid. De azért otthon barátságosabb, hogyha a szódabikarbonából, tehát a nátriumhidrogén karbonátból készítünk vizes oldatot, azzal is szépen fogjuk látni, hogy a kiindulási kékhez képest, ahogy csepegtetem hozzá, egy zöld színt kapunk. Így van, ahogy mondod, megjelenik a zöld szín. Hát akkor próbáljuk ki valamelyik vasárnapi ebéd kapcsán, hogy milyen, hogyha színváltozással eszünk. Ha színváltoztató állatokra gondolunk, a legtöbb embernek elsősorban a kamélonok jutnak eszébe. Kevesen tudják, hogy a kamélonok valójában nem a környezetük alapján, hanem ő hangulatuk szerint változtatják a színüket. Tehát, hogyha én leveszem a zöld kamélont a fáról, és odarakom a kék kockás ingem elé, akkor a kamélon nem lesz kék kockás. Valójában elsősorban a hangulatuktól, attól, hogy dühöse az adott állat, fél, beteg, vagy éppen udvarol, ezek alapján változik az állatok színezete. Mindegyik kamélonnak van egy bizonyos színtartománya, és ők csak ezen belül tudják a színüket változtatni. A legtöbb fajnál teljesen más színű a hím és a nőstény. Érdemes például a hobbi állatként is nagyon elterjedt párduszkamélonra gondolni, ahol a hímek sokkal nagyobbak és színpompásabbak a nőstényeknél. Ha a kamélonok udvarolnak, vagy pedig a hímek egymással versengenek, akkor élénkebb, sötétebb lesz a színük, hogyha stresszesek, vagy félnek valamitől, esetleg betegek, akkor pedig ilyen szürkés fakó színeket öltenek magukra. Az állatvilágban még a kamélonoknál is sokkal ügyesebb színváltoztatásra képesek a polipok. A mellettem látható csigaházas polip, más néven Nautilus, csak távoli rokona a közismert nyolckarú polipoknak, amelyeket a Magyar Természettudományi Múzeum látogatói is megcsodálhatnak, hiszen múzeumunkban található egy hatalmas, a korallzátonyok élővilágát bemutató kiállítás, ahol különböző polipfajok modellje is bemutatásra kerülnek. A polipok ösztönösen és tudatosan is képesek a színüket megváltoztatni. A ragadozó támadása esetén, vagy hogyha prédájukra
vadásznak, nem csupán magát az alapszint képesek megváltoztatni, hanem a különböző foltok nagyságát, fényét, sőt, még a bőrük rücsköségét is képesek beállítani. Ők a legintelligensebb gerinctelen állatok, az intelligenciájuk jó pár gerinces élőlényét meghaladja. Stojanovics Andrea, fényművész, főiskolai docens. Közel 20 éve a digitális képalkotás egyik határterületével, a VJing-gel foglalkozik elméletben és gyakorlatban egyaránt. Emellett interaktív installációkat készít hazai és nemzetközi szinten, Nevadától a Dél-Afrikai Köztársaságig. Audiovizuális eseményeket, fesztiválokat szervez. A Budapesti Metropolitan Egyetemen, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanít, ahol 2017-ben doktorált a VJing, mint módszer című disszertációjával. Művészeti tevékenysége szempontjából meghatározó a VJ kultúra látványvilág és gondolkodásmód közvetítése a hagyományos képzőművészeti területekre. Andi, te évek óta foglalkozol a mappinggel, és biztos tudod, hogy hogy lehetne legjobban meghatározni ezt a fogalmat a fényfestéshez képest, ami eszünkbe jutna róla. A mapping ugye az építészet és a képzőművészet, tehát fényfestés közösséből ered, leginkább az épületek megvetítéséről ismeri a nagy közönség, azt nevezik projection mappingnek, video projection mappingnek, vagy architekturális mappingnek. Ennek sok alműfaja van, de ez azt jelenti, hogy lényegében az épületnek az architektúrájához igazodva visszavetítik önmagát, és különböző illúziókat keltenek. Ezt a technikát alkalmazom festményeken, grafikákon és különböző objektumokon, tehát én épületekre nem vetítek, hanem teljesen más irányból kísérletezek. Honnan inspirálódsz, hogyha természeti formákról van szó, akkor mik azok az anyagok, tárgyak, matériák, amikből ihletet merítesz? Nagyon sokat kirándulok, megyek a természetbe, és mindenfélét begyűjtögetek. Például van ez a nagyon-nagyon szép kőpont, egy koncertre mentem amúgy különben, és ezt Budapesten találtam. Nagyon-nagyon szép az erezete, fekete alapon, sima fehér erezet. A grafika mappingnél ugye van már egy adott alapgrafika. Ha festményről van szó, akkor Köves Éva festőművésszel dolgozom. Grafika mappingnél saját magam készítem a grafikát, és inkább ezt úgy nevezem, hogy élő textúrázás, mert itt ugye a kép már egy textúra, és önmagát visszavetítem a képre, és úgy csinálok különböző fényjelenségeket, fénykísérleteket, és lényegében egy ilyen valós idejű élő textúrázási folyamat zajlik. Egyrészt baromi érdekes az, hogy megmozdul a festmény, wow, ugye? A másik viszont, ami egy mélyebb aspektusa a történetnek, hogy a felületen változás következik be. Kilép a térbe valami, vagy egy olyan fajta illúziót élünk át, amit a látásunk és az agyunk generál. Pontosan. Például egy fekete-fehér festményen én a fekete felületekre vetítek fényt, és a fehér felületekből kivonom a fényt, úgymond, akkor a szem azt ezüstnek fogja érzékelni. És olyan miniatűrebb textúrázottságú ez a festmény felület például, akkor a digitális képpel való találkozásnál egy természetből ismert jelenség, egy interferencia szín, vagyis fényinterferencia keletkezik. Ehhez is hoztam egy tárgyat, egy kagylóhéj, ez biztosan sokan ismerik, vagy a szitakötő szám, szárnya, különböző lepkék szárnya, ugye ahogy megcsillan rajta a fény, ilyen szivárvány hártyát látunk. Ez úgy keletkezik, hogy itt nem pigmentekből keletkezik a színérzet, ugye, hanem a felületek és a rétegződéseken, ahogy megtörik a fény és visszaverődik, az adja lényegében a színezetét ezeknek a felületeknek. Tehát akkor tulajdonképpen nem minden fehér vagy fekete, amiről azt gondoljuk, hogy valójában, hanem ezek a rétegek tudnak különböző színvarianciákat is produkálni. Pontosan. Tehát a kis barázdákon, ahogy megtörik a fény, össze-vissza törik, ugye, és ebből keletkezik ez a fényinterferencia. És ugye én ezzel kísérletezem, hogy ilyeneket is létrehozzak. Textúra, tehát grafika vagy festmény,
és projektoros kép találkozásából, és ezáltal ugye nem csak egy megmozdulás történik, hanem egy új értelmezés, egy új fényjelenség, ami az agyra köz. Akkor ezért fontos tulajdonképpen megérteni a látásnak a folyamatát is ezekhez a munkákhoz, mert hogy így végig tudod követni ezt az agyi jelutat is. Ez nagyon, nagyon érdekes és messzire visz. Hát, szinte az orvostudományhoz egyébként. Hát, sőt, már el is vitt az orvostudományhoz, tehát ugye Kövesével ezen kísérletezünk, most Ragó Anett csatlakozott hozzánk, pszichológus, és keresünk agykutatót is a történethez. De hát ez a szép, hogy így összeérnek ezek a tudományok a művészettel, de igen. Amit még látok a nyakadban is valami különlegességet, így hogyha fény szempontjából nézem, akkor mindig megcsillant. Ez micsoda? Ez egy sima üvegkristály, ugye? Ez prizmaként működik, hoztam egy nagyobbat is. Tehát ez ugye prizmaként működik. Ez a fényt megtöri, és ugye szétbontja színekre. Nagyon-nagyon érdekes játék, például amikor a buszon utazom, és besüt a nap, akkor a busz falán ugye tiszta szivárvány, pöttyös az egész oldalfala, tehát lehet ezzel szórakozni, és ugye úgy szint inspirációs forrást is jelent ez a kristály jelenség. Akkor a mindennapi kis fény ajándékokon túl nézzük meg, hogy még mit hoztál, mit mutatsz nekünk. Most egy paint mappinget látunk, ami ugye magyarul festmény mapping. Miben különleges festménnyel dolgozni? Hát ezzel a festménnyel külön érdekes dolgozni, mert ugye Csontvári Koszkati Vadarnak a festménye. Ez egy print, ugye nem az eredeti festmény, mert ott, hát hogyha a fényről beszélünk, ugye a festményt olyan fényviszonyok között is kell tartani, ne rongálódjon. Tehát az eredeti festményre nem vetíthettem rá, így egy printet készítettünk. Itt azzal kísérleteztem, hogy egy Csontvári, ahogy járt az erdőben, hallotta az erdő hangjait, és az ihlette meg ennek a festménynek az elkészítésére, és egy zenész barátommal, Álmos Gergelyel, aki a Mimsz együttes vezetője is, és már sok éve együtt dolgozunk, ő írta hozzá a zenét, és én pedig a képeket úgy kezdtem el komponálni, hogy az erdőnek picit ez a vidámabb, virágos, rétes, napfényes része is megtörténjen, ugye, és zenében is, meg képekben is, és a zordabb sziklás táj része is megelevenedjen. És itt például a sziklás tájnál használom ezt a technikát, hogy a sötétebb felületek kapnak inkább fényt. Emiatt ez a sziklának az a szikássága, az ezüstös fényhatás által, igen, ez a csillanás által kicsit jobban, markánsabban visszatükrözi, ugye. És tulajdonképpen te hozzá is festettél egy másik világot vagy atmoszférát, kicsit tovább gondoltad? Abszolút tovább gondoltam, de úgy, hogy azért ilyenkor tekintettel vagyok nagyon a Csontvári elképzeléseire, tehát hogy én inkább a mozgásban és a fényhatásokban és texturázásban gondoltam tovább, ugye teljes mértékben zenére reagálnak a különböző elemek. Egy-egy ilyen pár darab fehér csík jelenik be meg, ami lényegében a festmény áramvonalait illusztrálja. De kicsit talán visszaadtad az időbeliségét annak a pillanatnak, amit a Csontvári így összesített, hogy vajon ő mit láthatott, vagy élhetett át, amikor így inspirálódott. Mi ez a táj egyébként? Ez a Tátrában van, a Magas Tátrában, és én nagyon remélem, hogy sikerült visszaadni, én ezzel nagyon sokat foglalkoztam. Ezek általában egy alkotás azért egy lelki folyamat is, ugye élet, nem hiába alkot az ember éppen akkor egy alkotást, amikor csinálja, tehát hogy nekem is egy ilyen belső utam volt ezzel. Hát abszolút elröpítettél ebbe a világba, csodálatos nézni, és ahogy a mozgás által tényleg azok az optikai illúziók, amikről beszéltünk, tulajdonképpen így megcsalja a térérzetünket, úgyhogy én szeretném ezt otthon kitenni. Egy meditatív állapotot, tényleg egy ilyen természetbeni utazást tudtál ide varázsolni nekünk, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm szépen.